Idén januárban kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok a Cseperedők bölcsődében Tiszavasváriban. Szeptemberben pedig már ez a látvány fogadja az ide látogatókat. A korszerűsítés eredményeként a teljes komplexum energiahatékonnyá vált, amit a falak, a lábazat és a tető hőszigetelésével értek el. Emellett új épületszárnyal bővült a bölcsőde, amelyben új csoportszobát, valamint egy fejlesztő szobát is kialakítottak. Bár a működési engedélyre még várni kell, hamarosan még több gyermek meket tudnak fogadni az intézményben. Egy csoportszobával bővül az intézmény, plusz 14 férőhelyet jelent, illetve ami egy kicsit úgy különlegességnek tartom, és nagyon büszke vagyok rá, egy korai fejlesztő szobával is bővül az ellátásunk. Ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik a fejlődésükben valamilyen területen elmaradást mutatnak, korai fejlesztésük javasolt, vagy sajátos nevelési igényűek, itt helyben a bölcsődei életük során, a mindennapjaik során gyógypedagógus felügyelete mellett megkaphatják a korai fejlesztést. Süsszállap, fényes nap, Isten kapujába. A legkisebbek műsora az átadó ünnepségen. Az intézmény az új épületrészbe került csoportszobának köszönhetően összesen 92 férőhelyesre bővült. Szőke Zoltán polgármester azt mondta, a 175 millió forint értékű beruházást Európai Uniós pályázati forrásból tudták megvalósítani. 2019-ben az önkormányzat mert egy nagyot támadni, és elhatározta, hogy az összes leszakadó, lemaradó, elmaradott, elhanyagolt és rossz állapotban lévő intézményt igyekszik felújítani az 5 éves ciklus alatt, hiszen nagyon sokat költöttünk karbantartás, rossz nyilászárók, nem energiahatékony intézmények, és ezek közé tartozott az említett bölcsöde is, ahol most vagyunk. Nagyot álmodtunk, a bölcsődével kapcsolatban viszont sokat kellett még álmodni, hiszen 2022. januárjában jelent meg az a pályázat, amit a bölcsődével kapcsolatban be tudtunk nyújtani. Az átadó eseményen Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az Unió és a magyar kormány elkötelezett a bölcsődék folyamatos fejlesztése mellett. A választókerületben 9-10 helyen bölcsőde építést tűztünk, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy 100%-ban teljesült, mert eddig 10 bölcsőde fölépült, ez a 11. a 20 településből, és volt, ahol már volt ilyen bölcsőde, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hiszen hogyha a gyerek 2 éves kora után vissza akar menni a fiatal anyuka dolgozni a munkaerőpiacra, akkor legyen meg a lehetősége. És hogyha ilyen szolgáltatás rendelkezésre áll egy településen, akkor az képes a fiatalokat megtartani, vagy odacsábítani, és a népesség megtartó ereje is nő a településnek. Ez itt Tiszavasváriban különösen fontos, mert az elmúlt években őszintén meg kell mondani, volt innen egy jelentős elvándorlás. A szemléletformáló rendezvény keretén belül a résztvevők a környezettudatos nevelés fontosságáról hallgathattak előadást, amelyet az ünnepélyes szalagátvágás és játékos családi programok követtek.